Iskolánkban a turizmus vendéglátás ágazat iránt érdeklődő fiatalokat várjuk. Az ügyesebb tanulókat a technikum kínálhat a képzéseinkbe. Ilyen a turisztikai technikus, a vendégtéri szaktechnikus, a cukrász szaktechnikus és a szakács szaktechnikus. Azt kell tudni, hogy 2 évig ágazati alapoktatásban vesznek részt ezek a tanulók. Az iskolai tanműhelyekben nagyszerű mesterek segítségével sajátítják el a szakma fortéjait, illetve a nagyon jól felszerelt szaktantermeinkben, tantermeinkben pedig az ágazati képzéssel kapcsolatos ismereteiket mélyíthetik el. Szakirányú végzettséggel, felsőfokú végzettséggel rendelkező oktatók segítségével. A 3 éves képzéseket is indítunk az iskolánkban. Ezek a képzések a szakács, a cukrász és a pincér, vendégtéri szakember képzések, ahol tulajdonképpen ők is ágazati alapozással kezdik, csak ők 1 évet töltenek ebben a képzésben, és a technikusok is, illetve a szakképző iskolások is, a 3 évesek. Az 1 év alapoktatás, illetve 2 alapoktatás után duális képzésben vesznek részt. A duális képző partner, ez éppen egy iskolánk volt tanulója. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a környék legjobb vendéglátós szakemberi szintén a mi iskolákban végeztek. Tehát azt kell mondanom, hogy aki a vendéglátás, illetve a turizmus iránt érdeklődik, legjobb választásként iskolánkat jelölje meg. Véleményem szerint itt, mivel csak ezzel foglalkozunk, ezzel az ágazattal, minden adott ahhoz, hogy olyan tudással rendelkezzen, és olyan papírt kapjon a kezében, amivel nagy biztonsággal el tud helyezkedni. Ezekre a szakemberekre szükség van, csak olyan képzést indít az iskolánk, hirdet, amire ténylegesen szüksége van a vendéglátás turizmus szektornak. Azt kell tudni a képzéseinkről, mindegyire igaz, hogy az ágazati alapoktatás alatt ösztöndíjban részesül minden tanuló alanyi jogon, és a duális képzés idején pedig, hogy ez 3 év a technikumnál, illetve 2 év a szakképzőiskolánál, ott pedig már munkabért kapnak, mert hogy munkaszerződést kötnek az adott duális partnerrel a tanulók.